mai alkalommal a műszaki diagnosztika technológia menedzsmentben vállalt szerepéről szeretnék beszélni. Először nézzük meg, mi is az a műszaki diagnosztika. A különböző gépeknek, berendezéseknek az állapot felmérésével, illetve az állapotukban bekövetkezett változásával foglalkozó tudományterület a műszaki diagnosztika. Felmerül a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán drága műszaki diagnosztikai berendezésekre, de nagyon könnyen láthatjuk, hogy váratlan meghibásodások súlyos gazdasági katasztrófával torkolhatnak, illetve a human erőforrásban is negatív elemként jelenhetnek meg. Mire is gondolok? Előfordulhatnak balesetek, környezeti katasztrófák, amelyek esetében a folyamat, a termelés leáll. A roncsolásmentes anyagvizsgálat nagyon fontos, hogy a folyamatok biztonságosan és hatékonyan tudjanak lemenni. Különböző fajta vizsgálatokról beszélhetünk, melyek több tényezőtől is függ, meg melyek hatékonysága több tényezőtől is függ. Nézzük először a mágneses repedés vizsgálatot. Ez a következőt jelenti: a munkafelületre valamilyen jól látható színes festéket felviszünk. Néhány eltelt idő után ezt a festéket eltávolítjuk, majd rá kell vinni az adott felületre egy úgynevezett színfelhozó anyagot. Ez a repedésekben megmaradt színes festékanyagot a felszínre hozza, és így megmutatja számunkra, hogy mely anyag, illetve az anyag hol hibás. Az egyes diagnosztikai eljárások alkalmazhatóságának értékeléséhez ezt a nagy táblázatot kell értelmeznünk. Nézzük sorba először az oszlopokat, hogy mit jelentenek. Az első oszlopban az eszköz megnevezését látjuk, következőben a módszert, majd az alkalmasságot mutatjuk, és a végén az alkalmazhatóság osztályzatait találjuk. Nézzük sorról sorra, milyen módszereket lehet, milyen alkalmazhatóságokat lehet vizsgálni. Az első eszköz a hőkamera, ami egyben a módszernek is, az alkalmazott módszernek is a neve. A vizsgált jellemző a súrlódás. Tudjuk, hogy a súrlódás folyamán hő keletkezik, ezért a mért jellemző a hőmérséklet lesz. Nézzük, mely területeken alkalmazható. Belső égési motoroknál, elektromos generátoroknál, elektromotoroknál, gázturbinánál, kompresszornál, szivattyúnál, illetve ventilátorok esetében. Következő eljárás értékelésénél a rezgős mérő műszert fogjuk vizsgálni. A módszer neve rezgésdiagnosztika, természetesen a rezgés a vizsgált jellemző, amit tudunk mérni, illetve mérjük a rezgés gyorsulását, sebességét és az örvényállam áram változását. A jellemezhető alkalmazások, mely területeken tudjuk ezeket alkalmazni, többnyire a belső égésű motorok, az elektromos generátorok, elektromotorok, kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok terén. Az osztályozás alfa, béta, gamma esetben a gyakorlati alkalmazhatóság mindhárom esetben 5-ös volt, kompatibilitás szintén 5-ös, a felhasználhatóság a menedzsmentben viszont 3-as osztályzatot kapott, az átlag így 4,3, ami jónak mondható. Amit a szakirodalom alapján leszűrhető eredmények mutatják, az összetett rendszerekként jellemezhető technológiákra, így a zöld technológiákra is találhatók olyan innovatív műszaki diagnosztikai megoldások, melyek segítenek azok működését fenntartható módon menedzselni. Ez igaz magukra az adott technológiát üzemeltető szervezetek üzemeltetési és karbantartási menedzsment stratégiáira, mely a korábbi hibaközpontú szemléletből az utóbbi évtizedekben váltott megbízhatóság és kockázat alapú szemléletre. A vizsgálati módszereknek széles skálája alkalmazható a mintavételen alapuló anyagvizsgálatoktól a folyamatos állapot megfigyelés lehetővé tevő rezgésdiagnosztikáig, melyekkel a műszaki rendszerek sokféle teljesítmény jellemzője vizsgálható.